Sziasztok! Üdvözöllek benneteket újra a csatornámon. Mint jól látjátok, a mai videó egy kérdezfelelek lesz. Ti kérdeztek, én válaszolok. Instastoryban kértelek meg benneteket, hogy írjatok egy pár kérdést, ami meg is történt. Szóval kezdjük neki. Az első kérdés az lenne, hogy mi a horoszkópom és hogy hiszek-e benne. Ezt többen kérdeztétek. Szeptember 18-án születtem 1991-ben, ami azt jelenti, hogy szűz vagyok. Azt nem hiszem, amit a tévében mondanak. Például, hogy megjósolják, hogy mi fog történni ma velem, vagy hasonlók, azt nem. De azt hiszem, hogy van egy pár karakterisztikus dolog, ami minden horoszkópra jellemző, mint például a szüzekre, hogy tisztaságmániásak, nagyon kritikusak magukkal, meg másokkal is, nagyon pontosak. Például ezt hiszem, mert ezt látom magamban is, meg más szüzekben is, akit ismerek. A következő kérdés az lenne, hogy még szeretnél valamilyen állatot fifin kívül. Mivel apartmanban lakunk, nem. Egyelőre fifi elég ide nekünk, nem akarunk állatokat kínozni úgymond, mert tudom, hogy neki az udvar a mindenem, és amilyen gyakran csak tudjuk, viszük a parkba, viszük haza Florin szüleihez, vagy hozzánk haza Károlyba, az udvarba, szóval még egy állatot nem szeretnénk, de amikor lakásba fogunk költözni, már mint kertes lakásban, akkor mindenféleképpen szeretnénk még egy vagy két kutyust. És még volt egy fifivel kapcsolatos kérdés, hogy milyen nyelven beszélünk fifivel. Hát természetesen románul, és pedig azért, mert Flori nem nagyon tud magyarul, szóval egy elég nehéz lenni, és nem akarom megbolondítani fifit, hogy magyarul is, meg románul is, hogy annyi mindent megtanuljon. Szóval a román, de most ha magyarul szólok hozzá, nem fogja érteni, hogy gyere ide, ő ezt nem fogja érteni, valahogy egy jó kislány nem fogja érteni. Szóval románul. A következő kérdés az az lenne, hogy nehéz volt-e otthonról elköltözni, és hogy szoktam hozzá az új körülményekhez. Hogy őszinte legyek, annyira nehéz nem volt elköltözni otthonról, mert én nagyon szerettem volna nagyvárosban élni. Én mindig az a típus voltam, hogy szeretem a nagyvárosokat, Karin meg pont az ellentétem. És azért volt könnyű úgymond, nem volt azért a legkönnyebb, nem volt én leányálom, de hogy könnyű volt, mert először Kolozsvárra költöztem, ami olyan 3 órányira van Nagykárolytól, szóval minden hétvégén jöttem haza Károlyba, és akkor utána jött Bukarest, szóval ez lassan-lassan történt meg ez az átmenet, úgymond. Nem volt nehéz hozzászokni a körülményeket, nem mondom, lassan-lassan történt meg ez a úgymond nagy változás, hogy elköltözök az ország másik felében, de próbálok minden gyakrabban hazamenni, egy hónap egyszer haza szoktam járni, repülővel járok, mert autóm nincs, és nagyon messze is van autóval, kb. 9-10 óra, és busszal, meg még több. Volt egy időszak, amikor busszal jöttem, Szatmáról indult a busz reggel 7-kor, és megérkeztem Bukarestbe este 9-10 körül. Szóval nagyon húzós, és hosszú, és nehéz út volt. Szóval az úgy hanyagoltam, és akkor inkább mondtam, hogy ritkában, de akkor legalább egy óra alatt hazaérek. Nincs az a fáradalom, nincs a veszély, úgymond, meg na, hát az autóval tényleg veszélyes, mint egy repülővel. Szóval ez a történet. Nagyon sok kérdés jött az esküvőkkel kapcsolatosan, de szerintem az lenne a legjobb, hogy csinálnék arra egy külön videót, mint szóltok. Írjátok meg kommentben. Szerintem nagyon-nagyon segíthet a jövőbeli mennyasszonyoknak, hogy tudják, hogy mire figyeljenek. Mert én egyedül csináltam ezt a szervezést, mármint Florinnal, de tudjátok, a lányok sokkal jobban szeretnek szervezni dolgokat, főleg amikor esküvőről van szó. Legalábbis nálunk ez így volt. Ja, és ez még hozzátartozik a szüzekhez, hogy nagyon-nagyon szeretnek szervezni, és mindenről szeretnek tudni, hogy mikor, hol, mi történik, ez nagyon igaz rám is. És igen, szóval írjátok meg kommentben, ha szeretnétek egy ilyen videót, és nem fogom nektek forgatni. Térjünk át egy másik kérdésre. A következő kérdés az lenne, hogy miért hordom a hajamat kisivítve és nem természetesen. Hát ez azért van, fiúk, lányok, mert nem szeretem, amikor természetes a hajam, abból a szempontból, hogy göndör. Nincsen problémám a göndörhajjal, nagyon szeretném, hogyha olyan göndör lenne a hajam, hogy én elképzelem, azaz ilyen jó göndör, mármint az a fürtös göndör, vagy a wavy, tudjátok, ilyen kellemes göndör. Nekem ez nincs, sajnos, nekem ilyen oroszlános, madárijesztős göndörhajam van, amit én nagyon nem szeretek, de nem mindig simítom ki a hajam, amikor nem megyek sehova kb. 2-3 napig, mert 2-3 naponta szoktam a hajamat mosni, akkor itthon mindig göndören hagyom, hogy ne roncsoljam túlságosan a hajamat, de amúgy jobban szeretem kisimítva, hogy őszinte legyek. Egy olyan kérdés van még, ami beillene az esküvői kérdésbe, de megválaszolom itt. Hiszel abban, hogy mindenki megtalálja élete párját, gondolom, mert nem látom, hogyha 3-4 soros a kérdés, akkor nem tudom megnézni sajnos, de gondolnám, hogy ez a kérdés, és igen, szerintem mindenkinek megvan a párja valahol a világban, és meg fogja találni egy idő után.
még hogyha úgy is tűnik, hogy nem, mert nekem is volt olyan időszakom, hogy tényleg azt gondoltam, hogy nem fog eljönni az igazi, és én nagyon szeretem volna már, hogy legyen esküvő, legyen gyerek, szóval ezt nagyon-nagyon szerettem volna már, és megtörtént. A következő kérdés az lenne, hogy mi az, amit mindenképp el szeretnél érni az életben. Amit el szeretnék érni az életben mindenképp, az az lenne, hogy legyen egy családunk és egy kertes házunk. Ez az egyik nagy vágyam, mert mindenketten kertes házban nőttünk fel, és szerintem ez nagyon fontos. Úgy nekünk, mint a gyerekeinknek, hogy legyen egy udvaruk, ahol játszanak, meg persze Fifinek, meg a többi kutyusnak, amikor lesz kutyánk. Még több kutyánk, szóval ezt szeretném elérni az életben, plusz, hogy legyen egy saját bizniszünk, amin dolgozunk most. Mert nagyon sokan kérdeztetek, hogy mit dolgozok. A mostani munkám úgymond a YouTube, de egy saját bizniszt szeretnénk földön, amin dolgozunk most. Ami elég nehézkes dolog, mert nagyon sok papírmunkába ütközünk bele, nagyon sok bürokrácia, nagyon sok járnivaló, nagyon sok olyan választ kapunk, ami nem kedvez nekünk, és nagyon sokat kell járni a dolgok után, de ez lenne, amit el szeretnék érni az életben. Mi volt a végső ok vagy gondolat, amiért elkezdtél videózni? Mint tudjátok, Karin 5-6 éve videózik, és mindig is tetszett ez az ötlet, de úgy nem gondolkodtam rajta, hogy én ezt szeretném csinálni, de mivel nagyon szeretek főzni, az utóbbi időben főleg, míg otthon voltam, nem főztem, hogy őszinte legyek, mert mindig főzött mama nekünk, de amióta elköltöztem otthonról, nagyon megszeretem a főzést, a sütést, szóval ez volt a fő ok, mert úgy gondoltam, hogy lehet, hogy az embereket érdekelni az, amit én csinálok, amit én főzök, mert nagyon szeretem nézni ezeket a videókat, a főzős videókat, szóval ez volt a fő ok. Gondolkozhatok azon, ha gyerekeitek lesznek román vagy magyar nevet kapnak. Nekem van egy pár kedvenc nevem, lányoknak találtam főleg szép neveket, ami Flörnek nem nagyon tetszik, de ezt majd meglátjuk majd akkor, amikor ott lesz a momentum. Ennyi év, ami nekem nagyon tetszik, az Olivia lenne. Ez van románul is, magyarul is, angolul is, szóval nem egy tipikus magyar, román vagy angol név. Fiú névben nagyon nagy problémáink vannak. Ott nem tudom, hogy mi lesz a fiunk neve, mert úgy szeretnénk, hogy legyen egy kisfiunk, és egy kislányunk. Persze, hogy a fiú vigyázzon a kislányra, de ez majd ahogy a sors hozza, szóval nem számít, hogy melyik jön először. Hogy egy-két szót, főleg angolul tudsz, és kevésbé jut eszedbe a magyar jelentése? Hát ez azért van, mert nagyon sok filmet nézek angolul. Minden filmet angolul nézek, én legalábbis így szeretem. Van, amikor van felirat hozzá, de nem mindig, és amikor van is, az általában angolul szokott lenni, mert szerintem így tud az ember nagyon jól megtanulni angolul, amikor filmeket néz. Szeretnétek olyan videót csinálni, hogy ki ismer jobban, Karin vagy Florin? Egy ilyen videót nagyon szeretnék csinálni, szerintem benne lenne Florin is, meg Karin is, de van egy pár probléma a videó kivitelezéssel, és pedig az, hogy ritkán megyünk haza együtt Florinnal, és már pedig az azért van, mert Florin nem tud épp annyi szabadidőt kivenni a munkahelyéről, szabadnapot, amennyi szükséges lenne, hogy haza tudjunk menni. Mivel mondtam, hogy nagyon messze lakok Bukaresttől, elég nehéz, hogy eljussunk oda, plusz, hogy amikor megyünk, maradunk vagy két napot kb. És akkor annyiban nem nagyon fér bele, mert van más aktivitásunk. Plusz, hogy Flori nem nagyon ért magyarul, és akkor legyen románul a kérdés, és akkor úgy legyen a felirat magyarul, vagy magyarul kérdezem, és közben elmagyarázom Florinak, szóval eléggé nehézkes lenne ez a videó, de lehet, hogy egyszer sikerül összehozni, nem tudom. Remélem. Az egyetem után dolgoztál a szakmádban? Igen, dolgoztam nemrég, egy évvel ezelőtt kb. Itt Bukarestben. 3 hónapot voltam egy ilyen próbaidőn egy reklámcégnél. Ami érdekes volt, láttam, hogy miről szól pontosan ez a reklám dolog. Elég nehéz volt abból a szempontból, hogy nem volt egy pontos program. Bementem 9-kor és kijöttem 5-kor. Hanem bementem 9-10 körül, és kijöttem 5-6-7-kor, attól függően, hogy mennyi munka volt. Nem maradtam náluk tovább, mert a fizetés sajnos nem volt megfelelő a munkával, azaz nagyon sokat dolgoztam ahhoz képest, amit akartak volna fizetni. A munka fizetés dologgal az a véleményem, hogy meg kell becsülni magad, és tényleg, hogyha dolgozol, akkor kapd meg azt a fizetséget, amennyit ér a munkád, és ők ezt nem tudták biztosítani, és akkor úgy döntöttem, hogy ezt inkább hagyom.
de legalább láttam, hogy miről szól, tanultam sokat. Hány nyelvet beszélsz? Román, magyar és angol. Ez a három, amit nagyon szeretek, és szeretném, hogy a gyerekeim is megtanulnák. Amit még szeretnék megtanulni, az az olasz lenne, mert nagyon hasonlít a románhoz, és szerintem könnyen menne. És a francia. A francia szerintem egy csodálatos nyelv. Nagyon-nagyon meg szeretném tanulni, és nagyon komolyan gondolkodok azon, hogy menjek ilyen külön órákra, és hogy tanuljam meg. Igaz, nem sok hasznát venném neki, mert nem nagyon járok Franciaországban, meg nem nagyon kell a környéken a francia nyelv. És amit még tudok, az a spanyol lenne, mert régebben néztem ilyen szappanoperákat, ami mindig spanyolul ment. Szóval egy pár szó rám ragad a spanyolból is. Milyen filmeket szeretsz? Nagyon szeretek filmeket nézni, meg sorozatokat, nagyon sokat is nézünk Florinnal. Csak az egy problémám van, mert nem nagyon emlékszek rájuk utána. Még akkor is, hogy nagyon tetszett akkor, amikor látom, de nem nagyon emlékszek rájuk. De azt tudom, hogy minden filmben, amiben benne van Denzel Washington vagy Morgan Freeman, nekem azok mindig szoktak tetszeni. Nagyon jó két színész szerintem. Az egyik filmben, amiben benne volt Denzel Washington, az a Bone Collector. Nagyon jó film, nem tudom ajánlani. Mit látunk még mostanában? Nagyon szeretem a horror filmeket. Horror és krimi, inkább így mondanám, nem a teljes horror, hanem horror krimi. A romantikus filmeket is szeretem, csak azokat nem nagyon szoktuk nézni, mert na hát Florin nem nagyon szereti romantikus filmeket, ami érthető is. Kisvike már belealudt, nagyban álmodik itt mellettem. Nagyon érdekes volt számára ez a videó. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem, köszönöm szépen a nagyon sok kérdést. Ne haragudjatok, hogyha nem sikerült megválaszolnom minden kérdést, de ígérem, lesz egy második rész a Kérdezz Felelek videóból. És ami az esküvői kérdéseket illeti, azokat meg fogom válaszolni egy külön videóban, amit csak az esküvőről fog szólni, mert nagyon sokan kérdeztetek erről, és szeretném én is elmesélni nektek, hogy készülődtünk mi az esküvőnkre, és hogy mit kell figyelembe venni, mert tényleg nagyon sok mindent kell, és szerintem hasznos lehet egy ilyen videó a jövőbeli mennyasszonyoknak, és akkor meg fogom csinálni ezt a videót hamarosan. És szerintem először ez fog kimenni, utána a mennyasszonyos videó, és találkozunk nem sokára. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, sok puszi nektek!